A történelmi hangulatú nemzeti vágta célja, hogy a magyar lovas hagyományt felelevenítse és évről évre új tartalommal gazdagítsa, hangzott el a verseny sajtótájékoztatóján Kisverden. Idén Balogh Béla lova képviseli majd a települést, tavaly az ő lova nyerte az országos versenyt Budapesten. A nyírségi lovasok igazán eredményesek a nemzeti vágtán, arany és ezüstérmet is hoztak már haza az elmúlt években, közölte a Szabolcsi Lovas Fesztivál igazgatója. A nemzeti vágta előfutama, a nyírségi vágtának van egy alap versenyszabályzata, és ennek a feltételének kell megfelelni. 18 éven, a felnőtt vágtában 18 éven felülnek kell lenni a lovasnak, a lovaknak az 5. életévét kell, hogy betöltse, és nem lehet teljes tiszta telivér, csak 50%-os telivérek lehetnek. Az idei verseny célközönsége ismét a lovas programokat kedvelők. Lesz kis huszár és felnőtt vágta, valamint fogadhajtóverseny és különböző gyermekprogramokat is szerveznek Dögén az Amekó Lovas Centrumban. Június első hétvégéjén nem csak a 3. Szabolcsi Lovas Fesztiválra várják a vendégeket. Az idejében pedig úgy döntöttünk, hogy legyen két rendezvény egy időben egy helyen, így június 3-án és 4-én nem csak a Szabolcsi Lovas Fesztivál, hanem a 7. Dögeni Hagyományőrző Kumpli Fesztivál is megrendezésre kerül, amivel igyekszünk még színvonalasabbá tenni a nemzeti vágta előfutamát. Így nem csak szervezünk, hanem be is mutatkozunk az egész kicsiktől, az óvodásaitól, a nyugdíjasokig, mindenki megmozdul. A vidéki előfutamok már májusban elkezdődtek az ország 13 helyszínén, valamint további 4 határon túli településen. A nemzeti vágtát idén szeptember 15-e és 17-e között rendezik meg Budapesten, az elmúlt évekhez hasonlóan a Hősök terén.